Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Matuska Barbi vagyok. Én Matuska Zsolt vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPA egyik hatos szintű vezető házaspárja. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade ZRT, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom fogászati asszisztens volt, dentálhigiénikus végzettségem van, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Békés Csabán élek, férjemmel és kislányunkkal, Abigaillel. Gyerekkorom óta érzékelek dolgokat, de mivel a családban senki nem volt nyitott szellemiségű, ezért soha nem kaptam választ a kérdéseimre. Én 24 éves koromban végre lehetőségem nyílt egy agykontroll tanfolyamra, amit elvégeztem, ami által úgy éreztem, hogy kukucskálok egy kulcsukon igazából. És én azt a bizonyos spirituális ajtót szerettem volna kinyitni. Ezért elkezdtem érdeklődni, keresni és kérni is fentről egy olyan lehetőséget, tanfolyamot, bármit igazából, ami előre visz a spiritualitásban. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert azt az információt kaptam az első részekből, hogy itt minden életterületemre tanítást és megoldást kapok. És így elkezdtem a képzést. A képzések által pedig egyre jobban tudok bánni az életem összes területével. Nekem a PPH előtti foglalkozásom, én földmérő voltam, mára viszont egy PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Békés Csabán élek feleségemmel és a kislányunkkal. Engem körülbelül 24 éves koromig egyáltalán nem érdekelt a szellemiség, sőt, soha nem is hallottam róla előtte. Majd egy nagyon jó barátomon keresztül elkezdtem foglalkozni először a gyógyászati termékekkel. Itt hallottam először olyan kifejezésekről, hogy lélek, energiák, belső harmónia, test és lélek kapcsolatáról itt hallottam először. És így már nyitottá váltam további fejlődési lehetőségekre is. Amikor az jó barátom elhívott egy Nyílt Akadémia előadásra, én igen mondtam neki, és már az első alkalommal megtetszett, hogy létezik egy olyan tanító, aki azért született le a Földre, hogy a vezetésével létrehozzon egy szeretet alapú társadalmat a bolygónkon. Éreztem, hogy nekem itt van a helyem, és így kezdtem el a képzést. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései által egyre jobb, minőségibb és egyszerűbb életet tudok élni. Az életterületeimet jobban tudom kezelni, ezáltal egy folyamatos fejlődésen megyek keresztül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, egyedülálló médium, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen érte a szervezetünk piacvezetői pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szellacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg az bemutató előadást nekünk.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ha lenne egy ilyen 10-es skálád, akkor egy ilyen elégedettségi skálád, akkor milyen szintre értékelnéd az elégedettségedet a jelenlegi világgal kapcsolatban? Mi baj van ezzel a világgal? Szinte minden. Szinte minden? Rossz? Egyszerűen kifejezve? Etikátlan. Etikátlan? Ez egy másik szó. És mi lesz, ha még rosszabb lesz? Hm? Az emberek még rosszabb állapotba kerülnek, mint amilyen mondják vannak. Hát ugye az a kérdés, hogy mi lesz veled? Az emberek még rosszabb állapotba kerülnek, de hát az a lényeg, hogy elsősorban, hogy mi lesz veled? Hát miért fontos, hogy mi lesz veled? Mivel foglalkozunk? Emberek fejlesztésével foglalkozunk. Tehát, hogy fejlődjenek. Ugye miért kell az embernek fejlődnie? Hát azért, hogy az életében könnyebben boldoguljon. Tehát bármilyen területen. De ez a fejlődés, az önmagadból indul ki. Tehát, hogyha az életterületeidet fejleszteni akarod, akkor ha magadat nem fejleszted, akkor hogy akarod az életterületeidet fejleszteni? Tehát gondolod, hogy az a... az a célja az életünknek, hogy... hogy mondjuk... ezeken a területeken ne tudjunk boldogulni. Vagy az a célja az életünknek, hogy úgy boldoguljunk, mint ahogy a szüleink boldogultak? Nem akarom bántani senkinek a szüleit, nehogy félreértse. De az ő tudatlanságuk révén vannak elsősorban nehézségeid a jelenlegi életedben. És ha ők tudatlanok voltak, akkor az nagy mértékben közrejátszott az ő szüleiknél, tehát a te nagyszüleidnél, hogy ők hogyan nevelték a szüleidet. Tehát ugye, ha megnézed, lett egy a 20. század elejétől, tehát nem a 21., a 20. század elejétől, lett egy nagyfokú fejlődés a nyugati társadalmakban. Tehát ha nem lett volna nagyfokú fejlődés, akkor nem lett volna első világháború sem, és az első világháborút még úgy vívták volna, mint mondjuk az 1800-as évek közepén, ahogy vívták a csatákat. De az első világháború már nem erről szólt. Tehát már nem olyan háború volt, mint előtte bármikor. Tehát az első világháború az már egy, az előző háborúkhoz képest egy modern háború volt. Ami azt jelenti, hogy modern fegyverekkel vívták, és ezt most miért mondom? Mert ha megnézed, lett egy technikai fejlődés a 20. század elejétől, egy gyors technikai fejlődés, és a gyors technikai fejlődésnek a következménye az lett, hogy az emberek elkezdtek jobban élni, mint előtte. Tehát jobban. Mit értünk az, hogy jobban? Ne szó szerint zsért ezt a jobban részt, hanem anyagi szempontból jobban.
Tehát anyagi szempontból. Tehát ami azt jelenti, hogy anyagi szempontból több dolgot engedhettek meg maguknak, mint előtt, amit az emberek megengedtek maguknak. És ugye egy olyan fejlődés lett ebből, hogy a szülők folyamatosan úgy gondolkodtak, hogy többet megadni a gyerekeknek, mint amit ők megkaptak, hogy ők nekik könnyebb, jobb legyen az életük, mint az ő életük volt. És ezt meg tudták tenni a 20. század elejétől. Nyilván nem minden országban, de a nyugati országokból egyesekben például ugye az egyik leggyorsabb fejlődésünk, például itt Magyarországon, ha megnézzük, ugye a kiegyezéstől volt az első világháborúig. Tehát ugye 1868 vagy mikor volt a kiegyezés, valahogy így. És onnantól ugye beindult egy fejlődés, de tudjuk, hogy a fejlődés az sose nem lineális, hanem az mindig exponenciális. Tehát igazából a leggyorsabb fejlődésünk ebben a durván 50 évben, akkor, ugye 1868-tól egészen 1914-ig, durván 50 év, az utolsó 14 év volt. Tehát ami azt jelenti, hogy abban a 14 évben gyorsabb volt a fejlődés, mint előtte mondjuk abban a 30 akárhány évben. Jó, tehát ezt most miért mondom? Mert hogy átlássuk, hogy az emberek úgy működnek, úgy működtek a múltban is, hogy amikor azonosak voltak az életszínvonalak és az életminőségek, és ugyanazt csinálták az emberek, akkor nem tudták azt mondani, hogy én többet akarok adni a gyerekemnek, mint amit én kaptam. Hanem semmivel nem tudtak többet adni a gyerekeiknek, mint amit ők kaptak, mert évszázadokon keresztül gyakorlatilag az életszínvonaluk az embereknek mit sem változott. És a 20. század legelejétől, tehát ahogy a 20. századba fordult ugye az időszámítás, onnantól lett az, hogy az emberek egyre többet tudtak adni a gyerekeiknek, mint amit ők kaptak, mikor ők voltak gyerekek. És ebből lett igazából a probléma, mert ez tipikus, ha megnézed, mit tudom én, mit láthatsz át, mondjuk körülbelül 3 generációt láthatsz át, ugye a saját korosztályodat, láthatod a szüleid korosztályát, meg esetlegesen a nagyszüleid korosztályát láthattad. Tehát ez 3 korosztály. Az azt jelenti, hogy láttad a 2 korosztály előző generációt is, hogy ők hogyan éltek. Anyagi szempontból is. És láthatod azt, hogy hogyan élnek a mostani generáció, amiben vagy a legújabb generációban, hogy abban hogyan élnek az emberek. És azt látod, hogy óriási különbségek vannak. Tehát óriási különbségek. Tehát mondhatjuk azt, hogy ugye milyen értékeket halmoztak föl anyagi szempontból, mondjuk a 2-3 generációval ezelőtti korosztályok, és most mit halmoznak föl a jelenlegi korosztályok. És ez úgy működik, hogy minél többet kap valaki gyerekkorba, nyilván annál inkább azt gondolja, hogy,
hogy hát ugye az neki jár később is. Vagy van egy másik része is, amikor valaki mondjuk kisgyerekként nem sok mindent kapott, de felnőttként meg már megteheti azt, hogy mert anyagi szempontból nagyon jól áll, hogy költekezzen. És ugye az a fő probléma, hogyha van egy technikai fejlődés, és van egy anyagi fejlődés korcsoportonként, vagy akár egy korcsoporton belül, tehát egy korosztályon belül, tehát én láttam azt, hogy egy korosztályon belül is milyen problémát jelent az, hogy valaki gyerekként még nem engedhette meg, hogy kapjon, és nem nagyon kapott semmit, de felnőttként már volt pénze, és nem is kevés, és mit összevásárolt? Érted? Na most, ezzel nagy gond nem is lenne, hanem azzal van gond, hogy tehát lett egy technikai fejlődés, lett egy általános növekedés, emelkedés, tehát ha megnézed, az összes nyugati államban sokkal több anyagi javakkal rendelkeznek az emberek, mint mondjuk 50, 70 vagy 100 évvel ezelőtt, ez ugye egyértelmű, és az a legnagyobb probléma, hogy a szellemi fejlődésük viszont az anyagi fejlődéssel nem járt együtt. Na ez a probléma. És ezáltal, hogyha a szellemi fejlődés nem jár együtt az anyagi fejlődéssel, akkor két dolog szokott általában lenni. Vagy elszáll a magától az illető, hogy ő milyen fantasztikus, és ez jól megnöveli az ő egóját, ugye ez az egyik dolog. A másik, hogy egyszerűen fogja és bekerül esetleg egy olyan helyzetbe, amikor nehézségeik történnek, nehézségei vannak, bármilyen szempontból, mondjuk fizikai nehézségei, valamilyen oknál fogva, mondjuk egy betegség miatt. És akkor ezáltal ugye korlátozva van a mozgása ahhoz képest, ami előtte volt, és az lesz, hogy az illető egyszerűen ugye nem tudja azt az életminőséget megélni, mint amit esetlegesen előtte megélt, pedig van miből, lenne miből, de fizikai akadályai vannak. Tehát az életminőség az nem csak a pénz, hanem a mozgás szabadságát is jelenti. Érted? Tehát ha egy ember mozgás szabadságában valamilyen szinten korlátozva van, akkor az olyasmi, mintha anyagi minőségben lenne korlátozva. Érted? Ugyanolyan probléma, és az ember úgy működik, hogy ezt világosan lássuk, hogy egyszerűen belebetegednek abba, érted, hogy nem tudja azt az életet, életminőséget élni, mint amit előtte élt. Érted? Tehát azért betegszik mondjuk bele az életminőség romlásába, mert ugye megöregszik, és már nem tudja azt az életet élni, mint előtte, pedig esetlegesen van elég pénze. És azért lesz beteg, érted? Tehát nem lenne beteg, de azért lesz beteg, mert ezt nem tudja feldolgozni. Érted?
Tehát régen ez nem volt probléma, mert senkinek nem volt igazából komoly pénzköltési lehetősége, meg pénze se, érted, amit elköltöttek. Régen nagy részben csere alapon, tehát cseréltek az emberek, és nem volt pénzük. Ha volt pénzük, akkor se sok. Gazdagok voltak a kivételek, de az 1-2-3%. És ezáltal ugye nem volt olyan probléma, hogy az emberek kezdtek öregedni mondjuk, és a mozgás szabadsága az beszűkült, érted? És belebetegedjenek abba, hogy a mozgás szabadsága beszűkül. Ma megnézed, a társadalom nagy része, aki idősödik, belebetegszik abba, hogy a mozgás szabadsága beszűkül. Érted? Most mondok példát, jó? Tehát mit tudom én, egy sportolón abba hagyja a sportot 40 éves korában, és belebetegszik abba, hogy abba kellett hagyni a sportot. Érted? Egy zenész abba kellene hagyni a zenélést, és belebetegszik abba, hogy abba kellene hagyni a zenélést. Érted? Mit tudom én, képtelen már úgy utazni, mint előtte, vagy képtelen autót vezetni, mert idősödik, érted, úgy, mint előtte, és belebetegszik abba, hogy már nem tudja azt csinálni, mint előtte. Ha a falta a nőket, vagy a férfiakat régen, mert megtehette, akkor belebetegszik abba, hogy erre már nem képes. Nem tudom, elég világos voltam-e. Na ezt még úgy szerintem senkitől nem hallottátok. Tehát azért van ennyi beteg, mert képtelenek voltak szellemileg fejlődni ahhoz a technikai és anyagi fejlődéshez, amit keresztül mentek, érted? És az egész társadalom ugye keresztül ment, és az emberek belebetegszenek abba, hogy képtelenek ugyanazt megcsinálni, mint fiatal korukban. Világos voltam. Képtelenek ugyanolyan szépek lenni, képtelenek ugyanúgy csinosak lenni, képtelenek ugyanolyan izmosak lenni, érted? Stb. És ezekbe belebetegszenek. Nem tudom, világos vagyok-e. Miért? Mert a szellemi fejlődésük az gyakorlatilag ugyanott tart, ahol fiatalkorukba tartott. Tehát magyarul az embereknek a szellemi fejlődésük semmit nem fejlődött az életkorukkal. És hát ha megnézitek, erre épül a divat. Erre épül az, hogy mindenki fiatalnak akar kinézni, még öregen is. Érted? Mert a szellemi fejlődésük az egy fikacnyit sem fejlődött, és képtelenek feldolgozni azt, hogy ők nem ugyanolyanok, mint 20 évesen, vagy 30 évesen, vagy 40 évesen. Érted? És ezáltal fogják, és ebben nem tud mit kezdeni a lélek, a benne lévő lélek, mert ebben nem lehet mit kezdeni, mert a lélek nem öregszik. És egyszerűen az illető belebetegszik ebbe a helyzetekbe. És nézd meg, azok nem betegszenek bele, akik el tudják fogadni, a szellemi fejlettségük miatt tudják elfogadni azt, hogy az életében az van, ami van, és a múltat nem sírjuk vissza. A legtöbb embert, ha megkérdezed, folyamatosan visszasírja, más nem gondolatban, az elmúlt dolgait, a múltat. Oké? Tehát, hogyha az ember nem fejlődik, akkor visszasírja a múltat. Miért? Mert a jelenben képtelen olyan életminőséget élni, ami meghozna a boldogságát. Világos ez? Pedig minden életkorban meg lehet tenni olyan dolgokat, amit
fizikailag is meg tud tenni az ember, ami meg tudja hozni a boldogságot. Tehát ha például, mit tudom én, valaki idősödik és már nem megy neki úgy a szex, akkor nem azt kell csinálni. Érted? Világos ez? Tehát, de ha egy ember nem fejlődött semmit, akkor ezt képtelen felfogni, képtelen azt felfogni, hogy mást kellett tenni, ahogy az ember korosodik. Márpedig te évről évről, sőt napról napról korosodsz. Nem csak te, mindenki. Érted? Tehát tegnap még egy nappal fiatalabb voltál. Tegnap előtt kettővel voltál fiatalabb. Egy évvel ezelőtt meg egy évvel voltál fiatalabb. Világos ez? Na most itt egy kérdés van. Tehát az biztos, hogy fogsz idősödni. Érted? Az biztos. De egy kérdés, hogy vajon ahogy idősödsz, szellemileg fejlődsz-e? Hogy képes legyél felfogni, hogy te már nem ugyanaz az ember vagy, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Mert ezt az emberek nem tudják felfogni. Tisztelt természetesen a kivételeknek. És ezáltal lesz az, hogy elfogadás hiánya, oké? Hogy elfogadják a saját életüket, a saját magukat. Képzeld, de valaki, mit tudom én, nőként gyönyörű nő volt, vagy férfiként egy nagyon jóképű férfi, és idősként már nem annyira, érted? És ezt el tudják fogadni az emberek jó része? Ezt látod? Nem. Ha el tudnák fogadni, akkor az a sok kozmetikai cég mind tönkre menne. Érted? Mondod végig. Jó? Tehát egy olyan világot élünk, ahol hosszabb életet élnek átlagosan az emberek, mint régen. Ami azt jelenti, hogy hosszabb idő alatt, képzeljük el, többet lehet öregedni. Micsoda találmány, érted? Képzeld el, mit tudom, valaki meghal 40 évesen, akkor csak 40 éven keresztül öregedett. Aki 90 évig él, és akkor hal meg, az 90 évig öregedett. Micsoda felfedezés. Közede. És azáltal, hogy a társadalom és ezáltal az emberek átlagosan hosszabb életet élnek, ezáltal hosszabban öregednek. Világos ez? És azt kellene tudni elfogadni. Ebben az időszakban élsz, ahol nem 50 év az átlag életkor, hanem 80 év az átlag életkor, érted? Ami azt jelenti, hogy egy átlagos ember 30 évvel többet fog öregedni. Érted? Ha most gondold végig, valaki meghalt 50 évesen, akkor még ugye nem is láthatta magát olyan nagyon öregnek ahhoz képest, amilyen mondjuk 40 éves korában volt. De most meghal valaki 80 évesen, hát sokkal öregebbnek fogja látni magát, mint 40 évesen volt. És vajon ezt az emberek, ha megnézed, szellemileg fel tudják dolgozni? Fel tudják dolgozni azt, hogy nem tudják ugyanazt csinálni, mint amit fiatal korukban? Nem. Mert olyan mértékű a tudatlanság, hogy képtelenek ezt felfogni és feldolgozni. Lehet, hogy felfogja, csak hogy feldolgozni nem tudja, az biztos. Érted? Tehát most gondold végig, egy ember mondjuk fiatalon dolgozott valamit, én csináltam olyat is fiatalon, hogy volt egy bútorszállító ismerősöm, és hétvégeken bútort szállítottam, érted? Ha most, ha kéne csinálnom, tudod, mikor csinálnám? Majd, mikor az a P dalol, tudod?
majd akkor, akkor csinálnád. Tehát ami azt jelenti, hogy de ugye van a 3,14 dalol, tudod, az a pi, a 3,14, szóval lényeg az, hogy ugye tanultuk a matekból a 3,14-et, az a pi, így van, a körnél számoljuk, vagy használjuk azt a számítást, számot. Szóval lényeg az, hogy, hát az embernek végig kellene gondolni azt, hogy ahhoz kell egy szellemi fejlettség, hogyha valamit csináltam fiatal koromban, amit tudtam csinálni, nem azt kéne csinálni, nem? Vagy azt kellene csinálni? Tehát én nekem az, ez mindig olyan fura volt, hogy, emberek már rég kiöregedtek bizonyos szakmákból, érted? És még mindig ugyanazt akarja csinálni, mert mondjuk szereti, érted? És te hány dolgot szerettél már életedben, és azért csinálod nap mint nap? Mert szeretted valamikor? Hát ha logikusan végig gondolja az ember, az élet nem erről szól, hanem ahogy az életünk változik, mert az élet változik, hát van egy folyamatos technikai fejlődés. A folyamatos technikai fejlődés idézte elő a társadalmi átalakulást. Hát a technikai fejlődés miatt lett a két világháború. Nem volt előtte, tehát karddal nem lehet világháborút vívni. Nem tudom, ez érthető-e. Tehát a technikai fejlődés kellett ahhoz, hogy világháború legyen ez a bolygó, ezen a bolygón. Érted? Nem azért nem volt előtte világháború, mert nem voltak hadba emberek egymással, illetve a népek, hogy ne lettek volna. Csak karddal nem lehet világháborút vívni. Tehát világháborút annál könnyebb vívni, minél magasabb a technikai fejlettség. Világos ez? És ha ezt jobban átlátod, ezt a dolgot, akkor azt látod, hogy gyakorlatilag az egész emberiség megváltozása az onnan ered, hogy technikai fejlődés. Érted? De semmi gond nincs a technikai fejlődéssel, hogyha képes vagy fejleszteni önmagadat, nem, nem csak a technikához, hanem az élethez. Mert a technikai fejlődés azt jelenti, hogy a jövedelem szerzés a technikai fejlődés miatt könnyebb, mint valaha. Világos ez? Azért gondold végig. Azért nem mindegy volt, hogy lóval szántották, vagy tehénnel szántották előtte, vagy ökörrel szántották a földet, majd később lóval, mert ugye a ló az a gazdagabbaknak volt, ha vagy traktorral. Hát most gondold végig, traktorral mennyit lehet szántani, és mennyit lehet egy lóval? És mi volt azokkal, akiknél nem volt ló se, meg tehén se, azok egymást fogták be az eke elé. Érted? Egymást fogták be az eke elé. Hát most gondold végig, akkor melyikkel lehetett hatékonyabban nyereséget létrehozni, vagy jövedelmet létrehozni, vagy termelést létrehozni, melyikkel lehetett? Hát nyilván a gépekkel, nem? És mindenütt így van, hogyha gépeket segítségre hívjuk, akkor több jövedelmet tud az ember létrehozni. Hát ez hozta létre azt, hogy az emberek, gondold végig, sokkal, de sokkal jobban élnek, mint ezelőtt 150 évvel. Sokkal. Oké? Tehát, de az emberek szellemi szintje fejlődött ez alatt a 150 év alatt átlagosan valamit. Hát inkább azt mondanám, hogy vissza. Visszafejlődött. És ezáltal mi lett? Az emberek képtelenek kezelni ezeket a helyzeteket. Érted? De egész más
helyzetek vannak most, mint 100-150 évvel ezelőtt. Érted? 100-150 évvel ezelőtt ezeket a helyzeteket így kezelték az emberek. Most teljesen mások ezek a helyzetek, nem tudják kezelni, mert szellemileg nem tartanak ott, hogy kezeljék. Tehát a legtöbb ember ugye úgy járta ki az iskolákat, hogy semmilyen szellemi fejlődésre utaló tudást nem kapott. Ott csak információkat adtak át nekünk. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy hát a fizikai dolgokról, de a szellemi dolgokról nem. Bár a matek is szellemi dolog, de nem arra használják az emberek. És ha végignézed, utána is az emberek fejlesztik magukat. Tehát nem az a fejlesztés szellemileg, mikor egy nagyon okos ember megmondja, hogy na te nem jól csinálod ezt az életedben valahol, ne úgy csináld, hanem így, és akkor jobb lesz. Érted? Ezt bárki könnyen tud okoskodni. Mert ez egy okoskodás, ha megnézzük, semmi más. Hát akkor mit? Hát hogy megvan, hogy mit kellene csinálni, és hogy juss el oda. Érted? És ha elakadsz közbe, akkor kapjál segítséget, mert ez a kulcs. Mert le lehet írni módszereket. De mi van, ha elakadsz? Mi van, hogyha a te életed egy kicsit más? Akkor mi van? És elakadsz, mert a te életed más. Ki fog segíteni? A könyv? A könyv az nem fog. A könyvírója fog? Az se. Vagy az a YouTube videó guru fog neked segíteni? Az se. Érted? Az se. Hogy? Hogy segíthetne? Gondold végig, egy olyan hely kellene az embereknek, ahol hogyha elakadnak, segítséget kapnak. Ez ugyanolyan, az életünk ugyanolyan, mint a vállalkozások. A vállalkozások nagyon nagy része, több mint 90%-a az az első 5 évben tönkre megy, az első 5 évben, és abból 80-valahány százalék az első 3 évben megy tönkre. Érted? Miért? Mert elakadnak, vagy nem helyesen cselekednek, és senkitől nem kapnak tanácsot, vagy javaslatot. Érted? Hogy mit kellene abban a helyzetben tenniük. És mennek a saját tudatlan fejük után. Mert lehet, hogy a szakmában, amit képvisel az a vállalkozás, abban baromi jók, csak nem a háttérmunkákban. Érted? Na ugyanígy működik az életünk. Az ember elakad, azt mondják, hogy mit tudom, valakinek... Múltkor hallottam ugye 3 ismert embertől, hogy hát gyakorlatilag ők nem is ismernek olyan embert, vagy olyan párkapcsolatot, ahol ne lennének párkapcsolati gondok, valamilyen szintű párkapcsolati gondok. És lényeg az, hogy mit tudom én, nézzük azt a példát, mondjuk van egy pár, akinek van párkapcsolati gondja. És akkor azt mondják nekik, hogy mondjuk olvasnak könyvet, hogy így csináld, úgy csináld, amúgy csináld, el is kezdik csinálni, és mi van, ha elakadnak? Ki fog nekik segíteni? Mit csinálnak akkor? Mert lehet, hogy abban a könyvben nincs benne. Oké? Vagy lehet, hogy azt csinálják, hogy hát akkor elmennek párkapcsolati tanácsadásra. És megkapják a ukázt, hogy mit kell csinálni, útmutatást, hogy mit csináljanak, szépen csinálják is. És egyszer csak elakadnak. És akkor, na most mit csináljunk? Hát akkor keressük megint föl a tanácsadót. Nem kis pénz, ugye nem kis pénz, bekerül meg,
hogy mikor vállalja. Mert közben ugye neki vannak mindenféle programjai, meg mindenféle egyéb munkái, amit végez, hát nyilván nem azt mondja, hogy na, hát most van egy szabad órám, gyertek. Érted? És lehet, hogy addig az a probléma, mert a probléma az olyan, hogyha nem oldja meg az ember minél hamarabb, akkor az úgy nő, az úgy dagad. Érted? Mint ha fújnák, mint egy lufi lenne, és akkor fújnák folyamatosan. Oké? Fő a párkapcsolati probléma, főleg ilyen. Akinek már volt párkapcsolati problémája, azt tudja. Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy ilyen az élet, ilyen az élet, és ugye ez csak egy terület, de hát itt van 10 területe az embernek, ami befolyásolja azt, hogy hogyan bánjunk önmagunkkal, és hogyan bánjunk a környezetünkkel, tehát hogy jól érezzük magunkat a saját bőrünkben. Tehát gondold végig, hogy vajon ha te fiatal vagy, találkozol-e a környezetedben olyanokkal, akik visszasírják a múltjukat? Hát szerintem csak ilyen idős emberrel találkozol, nem? Vagy tőled idősebbel, aki visszasírja, nem? Nagyon kevés olyan emberrel találkozhatsz, amelyik nem sírja vissza. De miért sírja vissza? Az imént említett okokból. Mert megnézed az illető, mennyi energiát fordított a saját szellemi fejlődésére. És rájössz arra, hogy hát semmit. 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 De ugye a szellemi fejlődés az úgy működik, hogy én azt láttam már gyerekkoromban, hogy azok az emberek, akik idősként bölcsek voltak, azok azért váltak bölcsé, mert mások hallgattak rájuk. Érted? Most egy olyan világot élünk, hogy vajon, ha már van egy felnőtt gyereked mondjuk, mennyire hallgat rád? Hm? Semennyire. Így van. De mondjuk onnantól kezdve, ha csak még serdülő az a gyerek, nem felnőtt, mennyire hallgat rád? Egy olyan világot élünk, ahol hogy váljon valaki bölcsé, a kutya se hallgat rá. Érted? És ez egy kulcskérdés, mert a bölcsességhez tudod mi kell? Tudom, hogy tudom, ez kell hozzá. De nem fogja tudni az az illető, hogy tudom, ha a kutya se hallgat rá. Érted? Miért? Mert erről nem győződik meg, hogy az, amit mond, az mások számára is hasznos. Én emlékszem, hogy a nagyapáimnak a bölcs szavaira úgy hallgatta, ittam, érted? Szó szerint. Ittam annak idején. Tehát én nekem nem volt olyan bennem, hogy megkérdőjelezzem, akár a szüleim bölcsességét. Érted? Nem volt ilyen gyerekkoromban. Vagy a nagyszüleim bölcsességét. Nem volt ilyen. Tehát én úgy voltam ezzel a kérdéssel, hogyha ők azt mondták, hogy így legyen, akkor úgy csináltam, mert azt láttam, hogy az a jó. Érted? De most, ha azt mondják a szülők, hogy gyereküknek, hogy így csináld, a legtöbb gyerek pont az ellenkezőjét csinálja. Nem? Gondoljátok végig.
De vajon miért van ez így? Hát nagyon egyszerű a dolog. Mert van egy, volt egy technikai, illetve van folyamatosan egy technikai fejlődés. És a technikai fejlettségben a fiatalok előrébb járnak, mint az idősek. Érted? És ezáltal a fiatalok azt hiszik, hogy ők mindenben okosabbak. Érted? Mert a technikai világban könnyebben boldogulnak sokkal, mint a szüleik, nagyszüleik. És ezáltal azt gondolják, hogy ők találták fel a spanyol viaszt. Érted? És ugye amikor én voltam gyerek, akkor még nem volt ilyen. Tehát ami azt jelenti, hogy a technika akkor az még nagyon-nagyon lassan fejlődött. Ugye a 60-as években, 70-es években, főleg az elején. És akkor az azt jelenti, hogy nem volt az, hogy én abban sokkal jobb vagyok. Nem volt ilyen. Érted? Mert nem volt miben jobb lenni. Érted? Nem volt miben jobb lenni. Most a technikai világban, főleg itt a számítógép, internet használatú világban, érted? Hát sokkal jobbak a fiatalok. Nem tudom én, egy 3 éves gyerek kezébe adsz egy távirányítót, mondjuk egy új tévének a távirányítóját, érted? A szülők, vagy a nagyszülők azok ránéznek, és atya Isten, mennyi gomb, hogy fogok én ezzel boldogulni, érted? A 3 éves gyerek megfogja és kezeli a távirányítót, érted? Mintha megtanították volna neki. És akkor azt mondja a nagyszülő a gyereknek, a 3 éves unokának, érted, hogy gyere unokám, tanítsd már meg, hogy hogy kell kezelni a tévét. És akkor csodálkoznak a nagyszülők esetlegesen. Érted? De ez valamilyen szinten a szülőkre is igaz. Csodálkoznak, hogy a gyerek utána nem hallgat majd rá. Hát én nekem soha nem volt olyan gyerekkori helyzetem, hogy egy felnőtt azt mondta volna nekem, hogy gyere már, unokám, mutasd már meg nekem, hogy ezt hogy kell csinálni. Érted? Soha. Gondoljátok végig. Tehát az egész világ a technikai fejlettség miatt hát megváltozott. Emiatt az emberek megváltoztak. És ha nem fejlődsz minden szinten, amit az életedben használnod kell, nem fejlődsz olyan szintre, hogy képes legyél az életedben használni a dolgokat, tehát legyen hasznosítható tudásod. És ide hozzá lehetne tenni 11-ként egy technikai terület, érted? De nem 11-dik, hanem nyilván akkor átsorolnám az egészet. Természetesen, mert az máshol helyezkedne el, nem a legvégén, természetesen a legvégén a teremtőnk helyezkedik el. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogyha bármilyen területen nem fejlődsz az ember, nem fejlődik az ember, akkor hogy adja át a tudását, akkor esélye sincs. Másik, hogy esetleg van tudása, de nincs lehetősége átadni a tudást, akkor hogy győződik meg arról, hogy az ő tudására másoknak szüksége van? Hogy? Ugye jó kérdés, nem? Sehogy. Ami azt jelenti, hogy hiába van valakinek nagy tudása valamilyen területen, ha nem tudja átadni. Ez olyan, mint a festő, tudod? Nekem a gyerekkoromtól furcsa volt, hogy mondjuk fest egy gyönyörű szép festményt egy ember, és akkor fogja, és abban gyönyörködik a saját festményében, érted? Tehát nem eladja, tehát nem más gyönyörködik benne, hanem saját maga gyönyörködik. És akkor onnan tudja bárki, hogy ő egy fantasztikus jó festő, érted?
ha nem adja tovább azt a tudást, amit létrehozott, érted? Amivel rendelkezik. És valahogy így működnek az emberek, hogy nem adják tovább, mert nincs lehetőségük továbbadni azt, amit tudnak. Érted? És így nem tud az ember bölcsebbé válni idősként. Úgy nem tudsz bölcsebbé válni, hogyha már idősebb vagy, hogy a kutya se hallgat rád. Érted? Tehát én világ életemben úgy működtem, és ennek köszönhetem a sikereimet, hogyha én egy területre tévedtem, ami azt jelenti, hogy elkezdtem foglalkozni valamilyen szinten egy területtel, én abban jobban belástam magam mindig. Tehát most gondold végig, mit tudom én, mondjuk én úgy szoktam venni egy műszaki dolgot, hogy mielőtt megveszem a műszaki dolgot, már átnézem az adatait, sőt a működését is annak a dolognak. Még nincs meg a műszaki dolog, de megnézem, hogy az mire képes az eszköz, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egy, mondjuk egy technikai eszköz sem akarok úgy, hogy én nem értek hozzá. Érted? Lehet, hogy aztán utána az ember bizonyos funkciókat nem használ, azt elfelejti, azt újból meg kell nézni. Érted? De mondom, én így szoktam hozzáállni a dolgokhoz. És emiatt ugye egész más az embernek a hozzáállása azokhoz a dolgokhoz, amivel szembe kerül. Mert ugye én valamivel szembe kerülök, akkor azt szoktam csinálni, hogy akkor utána nézek, hogy avval mi a manót kezdhetek, avval, ami szembe jött velem. Érted? És ugye egy másik fontos dolog, hogyha valamivel szembe kerülök az életben, bármivel, akkor azt nézem benne, hogy mi annak a dolognak a jó oldala rám nézve, és nem mi a rossz oldala. Jó? Na most nyilvánvaló, hogyha te nem így szoktad ezt csinálni, úgyse fogod erre így megoldani a dolgokat. Ahhoz, hogy ilyenné válj, ilyenné kell válni. És az, hogy az ember mondjuk ellenkezővé váljon, mint amilyen ténylegesen, az idő és gyakorlás és természetesen tudás kérdése. Tehát tudás, gyakorlás és idő kérdése. Tehát ugye én 12 éve rendszeresen főtevékenységben képzek embereket. Azt mondja, hogy 93 óta, az mennyi? 29 éve, ha jól számolom, képzek az embereket nem főtevékenységben, hanem másodtevékenységben. De mondom, abból a 29 évből 12 éve főtevékenységben. Ami azt jelenti, hogy hát remélem, hogy ez, amit tanítok, ez az embereknek hasznos. Nyilván most nem a díjmentesről beszélek, de a díjmentesben nem fogok neked módszereket tanítani. Miért? Mert ha te olyan etikájú ember vagy, aki ingyen akarsz kapni tudást, és nem akarsz helyette adni cserébe semmit, akkor nyugodtan menjél máshova tanulni. Oké? Mert ugyanis aki úgy akar kapni dolgokat, hogy nem akar adni érte cserét, azt úgy hívják, hogy nem tisztességes ember. De azt tudnám mondani, hogy a képzéseink értéke, pont ma jött megint egy e-mail, hogy mit tudom én,
630 ezer forintos képzést most megvehetsz 420 ezer forintért. Érted? Akciósan. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nálunk mondjuk 420 ezer forint, te mondjuk tanulsz 4 évet, érted? 4 évet. És azt megszorozzuk 30-al, ugye havonta, azt a 40 akárhány, 48 hónapot, érted? Akkor az, az ami baromi sok órára jön ki. Érted? És nem pár órás képzés. Tehát ez nem azért, mert ennyi az értéke, hanem azért, hogy bárki számára megfizethető és elérhető legyen a tudás, és ne egy elzárt, az emberek előtt elzárt ismeret legyen. Érted? Mert ma a használható tudás az az átlag ember elől elzárt. Mert ki az az ember, aki mondjuk havi szinten képes több százezer forintot kifizetni tudásért? Vannak ilyen emberek, biztos. De bolygó szinten nem sokan csinálják, érted? Tehát bolygó szinten nem sokan csinálják. Na most gondold végig, és pedig a tudások, a valóban hasznosítható tudások, azok rajtunk kívül ennyibe kerülnek. Tehát ha olyan tudást akarnál kapni máshol, ahol ami az életed összes területére kiterjed, és tudjad hasznosítani azokon a területeken, sőt, még tanácsokat is, segítségeket is tudsz kapni, az azt jelenteni, hogy gyakorlatilag nem tudnád megfizetni. Érted? Szó szerint nem tudnád megfizetni. Az azt jelenteni, hogy a vagyonod elég hamar rámenne. Tehát én azt láttam, hogy pár év alatt a teljes vagyonukat kifizettek emberek tudásra, ami nem az életük összes területére vonatkozik. Érted? Csak az életterületük egy bizonyos részeire. Na most az életünk az egy olyan, mint egy torta. Érted? Tehát az szeletekből áll. Tehát nem mindegy, hogy egy szeletet kapsz meg a tortából, vagy tiéd a torta. Érted? Itt 9 év alatt, az számolt ki hány óra alatt, szorozva, ugye, azt mondja, egy évben van 104 képzésünk, mert 52 hét, minden héten 2, ugye, és de hát ugye számoljuk, ne is úgy számoljuk, hanem havi 30-al, az 9 év alatt az hány 9-szer, az 9-szer, az 108, tehát 108 hónap, 108-szor 30 óra, akkor az 3000 óra szám fölött, ha jól számolom, 3240 óra, tehát 9 év alatt tudod átvenni azt a tudást, a teljes tudást, ami itt rendelkezésre áll. Tehát 9 év alatt, ami itt rendelkezésre áll, általam. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy van bennem 3240 órányi tudás, ami nem a teljes. Oké? Jó? Lehet nyugodtan máshol keresgetni olyan tudásátadást, aki tud hasonlót, jó? Csak nem fogsz találni. Oké? Na most ez nem nagy képűség, hanem ennek van egy célja. Tehát én nem azért
tanítalak, hogy elverd a képzésekre a vagyonodat. Én nem azért tanítalak, hogy ezen én gazdagodjak. Érted? Én azért tanítalak, mert nekem ez a küldetésem. Én azért vagyok itt a bolygón, hogy átadjam az emberek elől eltitkolt tudást, az átlag emberek elől eltitkolt tudást. Oké? És ez azt jelenti, hogy ennél egy sokkal, de sokkal fontosabb dolog miatt vagyok itt, amiatt, hogy visszakerüljön, aki szeretne visszakerülni, az visszakerülhessen abba a létformába, amiből jött. Az a létforma, az kétféle létformából jöhettünk, vagy angyal voltál, míg nem voltál ember, vagy Isten voltál, amíg nem voltál ember. Oké? És hogy visszakerülhessen bárki abba a létformába, amiből ide került. Tehát ez egy átmeneti létforma az emberiség, amiben vagyunk, az ember maga. Azt a célt szolgálja, hogy olyan tömören, olyan gyorsan, olyan sok megélésed legyen, amit odafönt hosszú-hosszú, akár évezredek alatt élnél meg. Oké? És itt viszont megélhetsz gyorsan, hamar, sok-sok dolgot. De te a választásod azt, hogy mindig újra születsz, reinkarnálódsz, vagy eljutsz arra a tudásszintre, hogy visszakerülhess abba a létformába. Ha plejádi voltál, akkor plejádokra, ha szíriuszi, akkor szíriuszra, érted? Satöbbi, satöbbi. És de ehhez az kell, hogy bekerülhessünk egy aranykorba, ahol nincs elnyomás. Mert az elnyomás a legnagyobb akadálya az átlag ember tudásának a fejlődésében. Mert ugyanis abban a környezet, ahol élsz, abban vannak elnyomók. És amikor tanulsz, és még nem tudod kezelni az elnyomókat, és találkozol egy elnyomással a környezetedben lévő embertől, akkor bizony az van, hogy míg ebből a helyzetből nem kerülsz ki, ebből az elnyomotti helyzetből, addig képtelen vagy használni a tudásodat. Ezáltal az emberek fejlődése, ha nem változtatnak a környezetükön, ilyen. Tehát szándékosan mutatom, hogy ilyen. Tehát ami azt jelenti, hogy nincs felfelé ívelése. Oké? Tehát, hogy legyen felfelé ívelés, ahhoz olyan környezet kell, ahol egyre kevesebb és kevesebb elnyomást kapsz. Érthető ez? És hát az pedig egy olyan környezet, akik hasonlóak hozzád. Érted? És nem egy olyan környezet, amiben eddig éltél. Tehát minél többet leszel a jövőben olyan emberekkel, akik nem nyomnak el téged, annál inkább tudsz így fejlődni. Oké? És nem így. Tehát az nem fejlődés,
hogy az embert mindig visszarángatják. Érted? Tehát előbb-utóbb el kell azt érni, hogy szakíts azokkal az emberekkel, akik visszarángatnak téged. De mivel a saját döntésed sorozata az életed, ezért te döntöd el mindig, hogy mi a jó neked. De az, hogy milyen érzeted van avval kapcsolatban, hogy neked mi a jó, az általában nem szokott összevágni azzal, ami valóban jó neked. Mert ahhoz, hogy tudja az ember, hogy valóban mi a jó neked, ahhoz felül kell emelkedned a saját helyzeteden, ki kell lépned a saját helyzetedből, és rá kell nézni a saját helyzetedre. Érted? Hogy lásd az erdőt, és ne az legyen, hogy a fától nem látod az erdőt. Érted? Na most ezt sehol másként nem tudod megoldani, csak közösségben. Egy olyan közösségben, ahol nem kapsz elnyomást. Érted? És ahol netalántán találkozol egy külső elnyomás, elnyomóval, amelyik nem a közösség tagja, akkor azt simán lekezeled két pillanat alatt, és többet nem is foglalkozol vele. Érted? Tehát nyilván ez nem azt jelenti, hogy az ember megszakítja a kapcsolatot mondjuk a gyerekei vagy a szüleivel, akik nem vesznek részt a fejlődésben, hanem az, hogy megtanulja őket kezelni. Érted? Helyesen kezelni. Na most el lehet gondolkodni, hogy milyen életet akarsz magadnak. Egy olyan életet, ahol az, ami a jövőbe megyünk befele, egyre több nehézséggel, egy olyan életet, mint amit a legtöbb ember sajnos a bolygón meg fog élni. Vagy egy olyan életet szeretnél, ami épp szembe megy ezzel, érted? És attól, hogy a legtöbb embernek rossz, neked meg jobb lesz. Érted? Melyiket szeretnéd? Ez a kérdés. Jó? Visszaadom a szót a házigazdáinknak. Köszönöm szépen a figyelmedet. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szalacsik Miklós mesterünknek ezt a fantasztikus előadást. Szerintem ismét egy nagyon lényeges témákat érintettünk, és nagyon jó előadás volt. Minden alkalommal meggyőződöm arról, hogy életem legjobb döntése volt, hogy PPH-s lettem, és elkezdtem a képzést, és azóta is itt tanulok. Ha tetszett az előadás, és még nem vagy tanuló, akkor azt javaslom neked, hogy ne halogass tovább. Kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást, és te is légy része annak a szellemi forradalomnak, ami által létrehozzunk egy új korszakot, az aranykort. Garantálom, hogy nem fogod megbánni, és életed legjobb döntése lesz. A tandíj összege nagyon minimális, pont azért, hogy mindenki számára elérhető legyen, akinek van rá igénye. Ugyanis a tudás nem szükséglet, hanem igény kérdése. És ugye mindannyian tudjuk, hogy a tudatlanság nem bűn, csak lelki és fizikai fájdalmat okoz. Az első havi tandíj az évek óta tartó óriási infláció ellenére is csupán 19.700 forint, a második hónaptól pedig mindössze 9.800 forint árgaranciával tanfolyam végéig. És ugye szó volt arról már, hogy ha körbenéztek az interneten, akkor láthatjátok, hogy más coachképző intézmények milyen összegekért adnak át tudást, és meg fogtok lepődni, hogy a Nyílt Akadémiánál ez az összeg ezeknek a töredéke.
Ráadásul sokkal minőségibb, az ember és az élet működésének az összes területét átfogó komplex tudást kaphatunk. A képzés minden részében a fentiek etikája az alap. Ez mind bizonyítja azt, hogy Szedlacsik Miklós nem a pénzért csinálja, hanem az emberek felemelésért. A szünet után önbizalomteremtő harmadik havi coachképzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtisztelti minket, és akkor elköszönünk tőled. Akik már tanulók, azok pedig kattintsanak át a képzéseink menüpontban a jelen havi élő fülre, és ott tudjátok tovább nézni a coachképzést, ami 30 perc után folytatódik. 19.50-kor. Köszönjük szépen!